Danka, már megint hova bújtál? Tudom, Gyönyi, tessék mondani, hogy csíz! Gyere már, fújunk! Blanka! Blanka tényleg egy ilyen kis rendetlen, kiszabolázatlan kis csikó, és amellett tehetséges, kis határozott, igazi kis tűzről pattant vadós csajszi. Igen, na, Blanka! Hát egyrészt megbeszélt, hogy soha lesz a levegőt, hogy gyorsan is nem eshetünk ki a lüktetésből. Egy óra igazából mindig máshogy zajlik. Sziasztok! Nem beszélünk, hanem fújjuk. Eljátsszuk a darabokat, kitalálunk hozzá történeteket, bizonyos szituációkba foglaljuk bele ezt a darabot. Az elején még izgultam, aztán ahogy beljebb mentem, úgy elkezdtek velem poénkodni, és onnantól kezdve ilyen legjobb barátok lettünk. Ez furcsa volt nekem, hogy a karmester csembalózik, és akkor én vagyok a főnök. A koránál sokkal nehezebb darabokat is el tud játszani. Hihetetlen temperamentuma van, amivel nagyon impulzívan elő tudja adni a darabokat. A Hámol Szvit Bachtól, na ennek az utolsó két tételét, a menőtet és a Badinirit játszom. Cseri Gyöngyi tanárnő mondta, hogy ez a darab nagyon jól áll nekem. Ütős darab mindenki ismeri, és akkor gondoltam, jó, hát legyen. Napsütés. Blanka, szép a neved, szép vagy, szépen játszol, hiányzik még bármi is. Nem igazán gondolnám. Azért a Zsűrit még meghallgatjuk? Persze. Jó, rendben. Ne hiányozzon neked semmi, mert ez fantasztikus volt. A klasszikus zeneirodalom egyik legesleg népszerűbb darabját, a világ egyik leghíresebb zenekarával, tévéadásban eljátszottad ennyi idősen. Hihetetlen. Bravo.
Üde vagy, friss vagy, vagány vagy. Egyszerűen tökéletes volt ez az egész, amit produkáltál. Nagyon örülök, hogy hallhattam. Gratulálok. Na most jön a most jön a fekete leves. Úristen, meg te mondd el, hogy te hogy érezted magad? Hogy értékeled a saját játékodat? Rendkívül jól érezte magad itt a színpadon. Tényleg, a zenekar is nagyon, nagyon fantasztikus. Szóval lényeg, hogy jól éreztem magamat. Ez abszolút ez a lényeg, igen, és a taps is jár neked. Ez egy szinte tökéletes produkció volt. Tényleg, ezt lemezre lehetett volna venni, és még egyszer eljátsz, és abból megvan a lemez. A produkció magában az szinte 100%-os volt. Ez így van. Nagyon jó volt.